Jó estét kívánok! Köszöntöm a Balaton Televízió minden kedves nézőjét. Önök Közéleti Kávéház című műsorunkat látják. Ma esti vendégünk Rieg Lajos, aki Veszprém 3-as számú választókörzetében a Jobbik jelöltjeként megnyerte az egyéni választókörzetet. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a televízió nézőket! Hát sokaknak okozott meglepetést, főleg Tapolcán ezzel a nagy arányú nyerességgel, hogy így mindjárt belecsapjunk a történetbe. Minek tudja be ezt a népszerűséget, vagy ezt a nagy arányú részvételt? Hogyha egy kicsit visszamennénk az időbe, a március elejére, ott minden egyes párt csinált maga berkein belül egy ilyen közvéleménykutatást, és érdekes módon mindegyik közvéleménykutatás egy fej-fej melletti szoros eredményt jósolt, ugye a Fidesz-KDNP jelöltje Fenyvesi Zoltán is köztem. A harmadik helyen Pat Ferenc, az MSZP jelöltje pedig egy erős leszakadást mutatott egy ilyen 16%-os eredménnyel, ami az április 12-i választáson vissza is tükröződött. Tehát végig 93%-os feldolgozottságnál sem lehetett az ember teljesen biztos, hogy nem fordul-e át ez az arány. Az, hogy mi volt ez a magas részvétel, ez inkább Tapolcán jellemző, hogyha megfigyeljük, Ajka térségébe lakosságot a pártok nem mozgósították megfelelően, nagyon sokan otthon maradtak, vagy azért, mert más dolguk volt, tehát kerti munka volt, jó idő volt, vagy azért, mert kiábrándultak a politikából. Tapolca viszont az én értékelésem szerint kiválóan teljesített. Ott egy magas részvételi arány volt, Tapolca választókerületében több mint a dupláját kaptam a Fidesz-KDNP jelöltjével szembe, illetve a balatonparti kis térségekben, balatonparti településeken is magas volt a részvételi arány. Hát a győzelem után a gratulációk mellett kapott úgy gondolom hideget, meleget bőségesen. A sajtónak ez egy lerághatatlan csontnak tűnt sokáig. Hogyan élte meg ezeket a reakciókat? Az is érdekes, hogy inkább a kampány időszakban volt ez az erős negatív kampány, amelyet egyrészt a média kezdett, de azt is hangsúlyozni kell, hogy a média csak akkor kezdi, hogyha valamelyik párt feldob egy labdát, és ők azt megpróbálják a levegőbe tartani. Véleményem szerint ezt a labdát a Fidesz-KDNP dobta fel, az ő szokásuk ezek a negatív kampány. Azt tudni kell, hogy ezt az amerikai választásokból hozták, de az amerikai választási forma az körülbelül a kampányidőszak 3 évre szól. Most ott működik ez a negatív kampány. Veszprém tekintetében, ha megnézzük, ott is egy erős negatív kampány folyt ki Zoltán ellen, ami pont az ellenkezőjére sült el. Itt Tapolcai választókerületben is ugyanezt tudom elmondani. Nem jól jött át ez a negatív kampány, hiszen hiteltelenné vált, az emberek ismernek ott engem, nem is foglalkoznak velem. És a média az csak az egyik része volt ennek a kampány sorozatnak. Ott volt még, amit a sajtó nagyon nem is emlegetett, telefonon zaklatták a választópolgárokat, kérdéseket tettek fel nekik, rólam ilyen nyomdafestéket nem tűrő kérdéseket, és véleményem szerint még ez is ösztökölte, főleg a Tapolca és Tapolca kistérségében élő embereket, hogy igenis elmennek szavazni. Hát igen, az látszott, hogy a kormánypárt az mindent megmozgatott, és mindent bevetett, hiszen még a miniszterelnököt is megjáratták a körzetben, és mégsem sikerült eredményt elérniük. Utólag viszont meglepődve olvastam baloldali lapokban, hogy elismerőleg írtak önről, tehát hogy ilyen embert kell oda tenni egy választásba, és akkor lehet sikert elérni. Ez jól esett, gondolom. Igen. És számomra is furcsa az, amit ön mondott, és el kell, hogy mondjam, hogy a kampány alatt is nagyon sok olyan baloldali média, akár internetes felületű média, akár televízió, akár írott sajtó formájában megkerestek. Úgy mondjam, hogy nagyon normálisan álltak hozzá az embernek. Nem támadtak, megpróbálták az emberi oldalát, a szakmai oldalát elővenni a jelöltnek, és ez számomra pozitív volt. Ugyanúgy, amikor lezárult a kampány, eredményhirdetés volt, ez a tendencia ugyanúgy folytatódott. Én szeretném itt televízión keresztül is megköszönni minden egyes embernek, akik elmentek szavazni. Teljesen mindegy, hogy most rám tették a voksukat, vagy a többi jelöltre, és éltek alkotmányos jogukkal elmentek választani, hiszen ez az országnak egy előrelépése,
hogy minél többen menjünk el szavazni, és teljesen minden az számomra, hogy kire szavaznak. Arra szavazzanak, akibe a bizalmukat vetik, akikbe egy úgymond egy reményt látnak a jövőre való felkészülésbe. Ez úgy gondolom nem csak önnek, hanem a Jobbiknak is egy nagy siker volt, hiszen ha jól tudom, akkor most sikerült először egyéniben nyerni. Így van. Így van, Vóna Gábor ott a választási éjszakáján elmondta nekem, hogy körülbelül 2 vagy 3 infarktus lezajlott, amikor frissítette a telefonján az adatokat, ugye a feldolgozottsága, hogy percről percre frissült. Azt tudni kell, hogy országos szinten is a Jobbik és a Fidesz szavazói között most már 200 000 szavazó különbség van. Ez óriási előrelépés. Ez kétfajta vetületet ad az ember számára. Egyrészt a kormánynak a megítélése romlik. Elvesztették az emberek a Fideszbe vetett hitüket, hiszen annak idején egy úgymond kormányváltó pártnak lehetett őket nevezni, most viszont elszakadtak a polgári értékektől. Nagyon sok kis embernek szemet szúr az, amikor olyan botrányokba keverednek rá, ez a Questor botrány, akkor a vagyonosodásuk. Az is nagyon érdekes, meg lehet nézni egy képviselői vagyonnyilatkozatot, illetve a képviselőknek a bérezése az teljesen nyilvános. Most abból 100 milliós villákat, Gucci táskákat, Rolex órákat nem lehet venni. És Tapolcán, ahol én élek, nagyon sok emberrel beszélgettem, és saját magamról is tudom, mivel 3 munkahelyen dolgoztam előtte, hogy nagyon nehéz olyan keresetet előteremteni minden egyes hónapban, hogy abból normálisan családot lehessen nevelni, iskoláztatni gyermekeket, és a mindennapi betevőt úgymond az asztalra tenni. És ez az egyik szempont, ami miatt elpártoltak a Fidesztől, hogy elszakadtak a valóságtól, a kis emberektől. A kommunikációjuk nem megfelelő a hétköznapi emberekkel, viszont a Jobbik, az minden egyes nap utcán van, beszélget emberekkel, ahogy a kampányidőszakban is pártelnök úr egy héten keresztül itt volt Tapolca választókerületben, és minden egyes faluba valamilyen formába eljutott. Míg Orbán Viktor miniszterelnök úr egy ilyen úgymond szerencsétlen helyzetbe került, őt leküldték, ugye Lázár János mondta, hogy ott a helye a miniszterelnök úrnak, ez eddig rendben is van, mert itt a helye a választói között. Viszont szerintem olyan nem lehet megtenni, hogy 2 órát várakoztatja a szavazóit, 10 percet beszélés után ott hagyja őket. Ez nagyon szerencsétlenül jött ki. Jobbik nem először volt sikeres Tapolcán, hiszen már a helyhatósági választásokon sikerült polgármestert állítani. Ez milyen változást hozott a város életében, hiszen ön is ugye alpolgármesterként működött a városban? Ugye olyan változásokról most még egyelőre nem lehet beszélni, hiszen ez egy bő fél éves időintervallumról beszélünk. Inkább azt kellene megnézni, hogy miért választottak minket, hiszen ezelőtt 16 évig Fidesz vezette azt a várost. 12 év alatt, és most sorolnám, nem létesültek olyan munkahelyek, amelyek a fiatalokat oda kötötték volna Tapolcához. 12 év alatt nem sikerült az idegenforgalmat, turizmus fellendíteni olyan szempontból, hogy a Balaton felé bicikliutat építsünk ki, holott Tapolcán épült, idézőjelben épült egy bicikliút, egy biciklisáv, amely egy az, hogy szerencsétlen helyen van, és nagyon sok pénzért építették ezt. Ebből a pénzből inkább a Balaton part felé kellett volna megoldani a kerékpárosok lejutatását, hiszen az az idegenforgalom fellendítéséhez vezetett volna. Rossz idő esetén a Balatonról felcsaltuk volna Tapolcára a turistákat, eltölthettek volna ott egy hosszú napot, egy barlanglátogatással, tópartra lemehettek volna, a mi vendéglátóipari egységünkbe ehettek volna, ott aludhattak volna, a vendégészakák számát így már növelhettük volna, illetve a jó idő esetén minden egyes tapolcai család meg tudta volna azt tenni, hogy biztonságos közlekedés mellett lejussanak a Balatonhoz fürödni, akár ilyen bakancsos turizmus területén borutakat szervezni és ott részt venni. Tehát ezek miatt, tehát amik elmaradtak ezek a beruházások, illetve ezek az idegenforgalmat élénkítő beruházások, ez miatt lett elsősorban ez a váltás. Az ígérgetésekkel, hogyha lehet egy ilyen szinonimával élni, mert tele van a padlás, tele is lett
a padlás az embereknek, ezért váltottak. Illetve, ami még hozzátartozik, és szorosan hozzátartozik, mind az önkormányzati választáshoz, mind az időközi országgyűlési választáshoz, az a Tapolcai Kórház aktív ágyainak elvesztése. Azt tudni kell, hogy 2012-ben szűnt meg a kórház aktív belgyógyászata és aktív sebészete. Ezt karöltve a kormány, illetve a fideszes önkormányzat hajtotta végre úgy, hogy egy hét alatt 12 ezer aláírást gyűjtöttünk össze ott Tapolcán, tehát 12 ezer ember akaratát vették semmibe. Én úgy gondolom, hogy ha ezt az aláírás gyűjtést folytattuk volna, ott nem 12 ezer aláírás gyűlik össze, hanem a 3-4-szerese is, hiszen ez Ajkának is az érdeke, hogy megmaradt volna ott az aktív belgyógyászat és aktív sebészet, mert az ott leszakadt betegek, akiket már ugye Tapolca nem tud ellátni, az egyből Ajkán jelentkezik a 70%-a, a maradék az pedig a Keszthelyi Kórház súlypontját növelni. És ezért lehetett azt látni, hogy az Ajkai Kórházban is az adósságállomány több mint a háromszorosára nőtt másfél év alatt. Most közel egy 500 milliós adósságállománya van az Ajkai Kórháznak. Hol tartanak most az önkormányzati munkával? Tehát mennyire sikerült felvenni a fonalat ebbe a bőfél évben? Polgármester úr már több befektetővel tárgyalta az elmúlt időszakban. Azt tudni kell, hogy nekünk van egy laktanya ingatlanunk, amely hasznosításra vár. Nagyon sok olyan terület van, amely kihasználatlan. Azt is tudni kell, hogy az ott lévő infrastruktúra nagyon elavult. Most a megyei közgyűlésnél megnyílik olyan pályázati forrás, ez a TOP forrás, ez a területi operatív program keretében, amelybe pályáztunk 1,2 milliárd forint értékben infrastruktúra beruházásra. Újból ki kell alakítani a víz, gáz, villany és szennyvíz hálózatot, hiszen ennélkül a befektető nem jön oda és nem létesít olyan beruházást, amely munkahelyet teremtene. Ez a forrás, ha jól tudom, júniusban nyílik meg, akkor újból tudjuk ezeket az infrastruktúrális beruházásokat el tudjuk indítani, és már meglévő vállalkozások bővülhetnek ott. Az első lépésben egy habüveggyárra tárgyalunk, nem tudom, hallott már erről, hogy ez mi? Ez egy szigetelő, amíg én se hallottam rá róla még, tehát én is utána néztem, és a képviselőikkel beszélgetve rájöttünk, hogy ez egy nagyon nagy beruházás lenne itt Tapolcán. Ez országos szinten is egy úgymond újdonság lenne. Ez a hulladéküveget ledarálják, és felhevítik, visszahűtik. Ez majdnem úgy néz ki, mint egy tufa. És a szigetelő értéke az háromszorosa a mostani nikecelnek. De olcsóbb, jobb, és véleményem szerint akkor már, ugye, hogyha munkahelyet létesít, akkor még hatékony is. Hát pedig Tapolca egyébként egy nagyon szép fekvésű, gyönyörű helyen lévő város. Itt meglepődve hallom, hogy a turizmussal mégis gond van. Igen, azt is elfelejtettem mondani, és ez is egy érdekes adat, hogy a 2001 és 2011 között csináltak egy felmérést az elvándorlásról országos szinten, és hogyha nem mondom el se hinni, Tapolca negyedik helyen áll, Salgótarján, Dunaújváros és valami Borsod megyei másik város előz meg minket. Ez nagyon elgondolkodtató. Úgy, hogy ugye a Balaton közelsége, idegenforgalom, turizmus. És akkor fel lehet tenni a kérdést, de hát miért? Ugye a miértre az a válasz, amit az előzőekben elmondtam, hogy 12 év alatt nem létesült olyan munkahelyteremtő beruházás, ami itt tartaná a fiatalokat. Nagyon sok fiatal és nem kalandvágyból mentek ki külföldre, hogy azt a kormánypárt képviselői szokták mondani, hanem a jobb megélhetés reményében. Hiszen, hogyha az én szakmámat veszük alapul, anesteziológ asszisztens vagyok, ott kint mondjuk Ausztriába vagy Németországba az itteni bér 4-szeresét lehet megkeresni, és még egyszer fele ennyi munkával. Itt az egészség dolgozókat nem fizetik meg, tehát egy ápoló alapfizetés az olyan 85 ezer forint nettó. Tehát az el lehet képzelni, hogy és ezért 2-3 műszakot kell lehúznia. És ha visszatérünk az alapkérdésre, valóban egy frekventált helyen van Tapolca, hiszen a Balaton közelsége, és mégis hasonló helyzetben van, mint egy borsodi város vagy település. Ehhez a mondathoz még hozzátartozik az is, hogyha megnézzük 2007 és 2013-as évet veszük alapul, a Veszprém megye
kistérségei között ugye vannak olyan források, amit szétosztanak. És az is érdekes adat, hogy Tapolca abban is az utolsó. Úgyhogy az országgyűlési képviselője tapolcai volt, és kormánypárti. Ez is elgondolkodott. És mindig azt hangsúlyozták, hogy nagy a lobby ereje. Ezek szerint nem. Megnéztem ezeket az adatokat, és kiderült, hogy Tapolca és kistérsége per főre levetítve 230 ezer forint támogatást kapott a 2007 és 2013-as időszakban. Sümeg és kistérsége 258 ezer forintot, Ajka és kistérsége az már egy picit nagyobb, az 540 ezer forint per fő. Hogyha megnézzünk egy másik kistérséget, mondjuk Balatonfüred, jó, mondjuk nem lehet teljes mértékig összehasonlítani ezt a két választókerületet, hiszen ott Balaton part közelsége azért más frekventáltabb és kiemeltebb. Balatonfüred és kistérsége 1,1 millió. Én nem azt mondom, hogy Balatonfüred támogatása túl nagy, én azt mondom, hogy Tapolca, Sümeg és Ajkái kicsi. Ugyanígy el lehet mondani Várpalota is kistérségére. Az is közel egy 800 ezer forint per fő támogatást kapott. És akkor még egyszer mondom, Tapolca az utolsó volt Veszprém megye kistérségének támogatásában. Ön most egy új világba fog csöppenni a mandátum átvételével. Mit vár tőle, mit tud tenni a környékért? Míg a kórházban dolgoztam, ugye szakszervezeti elnök is voltam, 220 ember érdekét képviseltem. Most jelenleg alpolgármesterként dolgozom, most 18 ezer ember érdekét képviselem. Az országgyűlésben május 11-e után 72 ezer ember érdekét fogom képviselni. Én elsősorban magától a kormánytól azt várom, hogy a kampányidőszakban, amik elhangzottak ígéretek, azokat teljesítsék, hiszen azt nem az ő jelöltjükre, nem a Fidesz-KDNP jelöltjének ígérték meg, hanem nyilvánosan a tapolcai kórház udvarán a tapolcai embereknek ígérték meg. Igaz, hogy van olyan jogszabály, hogy a kampány időszakban elhangzott ígéreteket nem lehet számon kérni, de én úgy gondolom, hogy ő nem csak egy államtitkár, hanem egy ember is, és hogyha valamit ígér, azt úgy ígérje, hogy az be is tartsa. Tehát édesapám is arra tanított még gyermekkoromban, hogy fiam, csak olyant ígérj, amit véghez tudsz vinni, és be tudsz tartani. Én ugyanezt várom el az államtitkár úrtól, illetve ezt várják el a tapolcaiak, ezt várják el a sümegiek, ezt várják el az ajkaiak. Ugyanígy a munkahelyberuházás, azt el kell mondani, hogy a munkahelyteremtés elsősorban az önkormányzatok dolga, és főleg a nagyobb városi polgármestereknek a dolga. Én minden egyes polgármestert fel fogok keresni, mind a 60 településen, akár egy ilyen kistérségi társulási ülésen részt veszek, hiszen ott van az összes kistérségi polgármester, akik el tudják mondani a helyi adottságait, ahol élnek, annak a közösségnek a problémáit, azokat a lehetőségeket, amiket ott ki lehet használni. Most mondok egy konkrét példát. A kampányidőszak utolsó napján Zalaszegváron jártam. Ez Veszprém megye is, Vas megyével, pont a határon fekszik ez a kis település, és ott derült ki, a polgármester úr elmondta, hogy itt már 15 éve hangsúlyozzák azt, hogy van egy termál forrás, ami bugyog a földre, senki nem foglalkozott eddig vele. Ez óriási kiugró pont. Hogyha egy befektetőt tud találni ebbe a kis faluba, és ott úgymond turisztikai attrakciót építene, egy fürdőberuházást csinálna, munkahely létesülne már ott abba a térségbe, az már el tudná látni a családokat, munkával megélhet és biztosítana. Ez már egy kiugró pont, én úgy vélem. Ezt az irányvonalat szeretném én képviselni elsősorban a parlamentbe, és nem csupán politikai szempontból, mert az embereknek most már úgy értékelem, hogy a politikából tele van mindenük, hogy finoman fogalmazzak. Ők inkább egy érdekképviseletet szeretnének a parlamentben látni, és véleményem szerint ezért is szavaztak rám. Egy kicsit visszarepülünk az időben. Miért döntött a politikusi pálya mellett? 2008-ban léptem be a Jobbikba. A 2008-ban már a kórházban voltak olyan problémák, akkor a Medicis Kft. Üzemeltette a tapolcai kórházat, és elmaradtak a 13. havi bérek, egyéb juttatásokat nem fizetett ki az akkori működtető Kft.
megalakítottuk a szakszervezetet, viszont azt észrevettem, hogy mint szakszervezet még gyengék vagyunk ahhoz, hogy egy ekkora KFT-vel szembe, akár bíróságon, akár más úton fellépjünk. A 2008-ban alakult meg a Jobbik alapszervezete, és országos szinten is megkerestek engem, hogy lépjek be a pártba, és ők tudnak segíteni akár média felülettel, akár a parlamenten keresztül, és úgy értékelem, hogy ez sikerült, hiszen 2010-ben a Merisys Kft. Visszaadta a működtetést, akkor szerveztünk egy demonstrációt, a dolgozókkal karöltve, orvosokkal egy sztrájkot, és így visszakerült a működtetés az önkormányzathoz. Ezért döntöttem én magát a Jobbikkal való kapcsolattartást, illetve a Jobbikot választottam elsődleges preferenciaként, mint pártot. Előzőleg nem is voltam egyetlen egy pártnak sem tagja. És úgy gondolom, hogy a későbbiekben is a Jobbik lesz az a párt, amely egy kormányzásra képes, és egy kormányváltó párt. Mégis a Jobbikot sokan is szélsőséges politikai erőnek tartják. Miért esett rájuk a választás? Ezt a média akasztotta rájuk, ezt a szélsőséges, radikális, nem is értem, ez a szélső jobboldali jelző is honnan jött, hiszen ha jól tudom, az csak a német parlamentben, itt a magyarországi parlamentben ilyen ülésrend nincs, hogy szélső jobboldal. Minden egyes pártba, és ahogy Góna Gábor pártelnök úr is elmondta, vannak olyan vadhajtások, és ez legyen teljesen mindegy, hogy az MSZP, vagy a Fidesz, vagy a Jobbikról beszélünk, amit igenis meg kell szüntetni a pártnak ahhoz, hogy tényleg hiteles maradjon, és kormányzóképes maradjon. A Jobbik az az egyetlen olyan párt, ha akármelyik párt tagja, akármelyik képviselője valamit vét a közellen, az nem marad büntetlenül. Ugyanezt nem lehet elmondani a többi parlamenti pártról. Én úgy gondolom, hogy a Jobbik e tekintetben tisztességes. Az, hogy radikális, azt azért még vissza se utasítom, mert ez igen, radikális változás kell itt. Ha megnézzük a Jobbik programját, a 2010-est és a 2014-est, nagy változás nincsen benne. Ha megnézzük a Fidesz 2010-es programját, én nem hallottam, hogy lenne, a 2014-es pedig az, hogy folytatjuk. Tehát ez be is tartották. Így van, ez magáért beszél. Viszont az is érdeke, ugye azt is el kell mondani, hogy mi az, hogy radikális, és mi az, hogy konzervatív. Hogyha egy egészségügyi szinonimával élek, egy konzervatív beavatkozás az egy gyógyszeres beavatkozás. A radikális beavatkozás az egy műtéti beavatkozás. Radikális változás kell bizonyos olyan folyamatokba, amit a kormány elkezdett, és látjuk, hogy nem jó irányba mutat. Lásd egészségügyi struktúra átalakítást. Lásd életpálya modell, ami most már közel 6 éve húzódik, és se az orvosoknál, se a szakápolóknál, ápolóknál ez nem jelentkezett. Ezeket a változásokat kell radikálisan megváltoztatni, gyökeresen kell megváltoztatni, és erre a Jobbik 2014-es programja kiválóan alkalmas. Hogyan élte meg a szűkebb környezet, a család azt a változást, hogy hirtelen egy politikusi pályára lépett, ami egy teljesen más elfoglaltságú struktúrát jelent időben? Tudom, az hasonló, mint a tévés pálya, hogy se hétvége, se ünnepnap innentől kezdve nincsen. Tehát, hogy mennyire tudja ezt a környezet tolerálni? Feleségem az nagyon toleráns velem szembe. Előtte, mielőtt politikai pályára léptem, 3 munkahelyen dolgoztam, tehát a családommal egy fél évben volt olyan, hogy talán egy hétvégét együtt tudtam tölteni. Örültem neki, amikor alpolgármester lettem, ugye egy munkahelyjel, akkor most meg tudom azt tenni, hogy legalább minden egyes hétvégét a családommal töltsek. Hát el kell, hogy keserítsem, ez nem így van. Sokkal kevesebbet vagyok otthon, mint amikor 3 munkahelyen dolgoztam. Most, hogy a parlamenti munkám majd elkezdődik, véleményem szerint még kevesebbet leszek otthon, hiszen nem csak a parlamenti munkából áll egy képviselő élete, hanem amit elmondtam, a polgármesterekkel a kapcsolattartás, ugye az is azért elveszi az embernek az idejét, és ott vannak a hétvégék, amikor általában meg kell jelenni átadásokon, ünnepségeken, és ugye ez nem azért van, hogy az ember hogy mutogassa magát, hanem hogy szívügye az ott élő,
hiszen az az ünnepség vagy az az átadás nem a képviselőről szól, hanem az ott élőkről, ezen is jelen kell lenni. Feleségemmel ezt már megbeszéltük, de inkább a gyerekeimtől félek, hogy ők majd, hogy mondjam, ilyen fényképről nézegetik az édesapjukat. Azt tudni kell, hogy egy ikerpárunk van, Janka és Baján, illetve két nagy lánya, a Jenny és a Kata. Bár ők már nagyok, 16-17 évesek, ők már inkább örülnek, hogyha az apjuk nincsen otthon, viszont a kicsik, ők minden egyes reggel megsiratnak, amikor elmegyek. Feleségem nagyon jól kezeli ezt a dolgot, ő tartja össze a családot, ő a mozgató rugója a családnak, én nagyon hálás vagyok neki, én úgy gondolom, hogy ő ezt a helyzetet nagyon jól kezeli, nagyon, mint az elején mondtam, nagyon toleráns, én ezúton is nagyon hálás vagyok neki, hogy eddig is elviselte, és nélkülözni tudott az otthoni munkából engem, a családból. Reggel magamban ezen filozófálgattam, hogy a választó azt várja egy politikustól, hogy tisztességes, becsületes és makulátlan legyen. Ugyanakkor, amikor egy ismerős úgymond pozícióba kerül, akkor meg azt várják tőle, hogy segítsen ebbe, abba, amabba, intézze el ezt, azt, amazt, legyen ráhatással erre, arra. Magyarul, hogy részrehajló és korrupt legyen, és ha ezt nem teszi, akkor nem is vagy a barátom. Igen. Egy ilyen helyzetet hogy lehet kezelni? Mert szerintem ezen mindenki átmegy, aki pozícióba kerül. Én amikor a megbízó levelemet a polcán átvettem, pont ezt a mondatot mondtam el, hogy egy választópolgár elsősorban a képviselőtől azt várjál, hogy tisztességes és becsületes munkát végezzen, hiszen hogyha megnézzük, amit mondtam, a palettán most már nagyon nem is lehet olyan kormánypárti politikust említeni, aki ne sározódott volna be, vagy akár baloldalit nézünk, az se, a Jobbik az egyetlen, aki ugye a korrupciótól mentes, hiszen nem volt az úgymond kormányváltó pártok között, nem volt a tűz közelében, ezért mondhatják az emberek, hogy miért ne adjunk bizalmat egy olyan pártnak, aki korrupciós botrányokban még nem vett részt. Hogy hogyan lehet ennek eleget tenni? Egy barátom azt mondta, hogy érdekes módon a II. Világháború után hirtelen megnőtt a partizánok száma. Mindenki partizán lett, tehát ugyanúgy lesz ez az én baráti köröme is, hogy most hirtelen nagyon sok barátja lesz az embernek. Itt meg át kell parancsolni. Vannak ugye barátságok és érdekkapcsolatok, érdekbarátságok. Ezeket kell megszűrni. Én nem akarok és nem is fogok úgy embereket jobb pozícióhoz juttatni, hogy akármilyen korrupciós botrányba keveredjek, hiszen azzal az első mondatomat az, hogy tisztességes és becsületes munkát végezzek, már teljes mértékig keresztbe húzom. Tehát itt nem emberi érdekek, vagy egyéni érdekek, magánérdekek mentén kell menni, hanem közérdek mentén kell menni. Ugye szét kell választani a kettőt. Mi a magánérdek? Magánérdek az, ami egy bizonyos ember, ehhez köthető, lásd dohánykoncessziók, amiket főleg ott a mi területünkön szétosztottak, az magánérdek. És mi a közérdek? A közérdeke az a 72 ezer embernek az érdeke. Nekem ezt kell képviselnem a parlamentben. Van valami, amit az amerikaiak szerintem jól csinálnak, az az, hogyha van egy kormányváltás, vagy egy pártváltás, ugye ott két pártváltó gazdaságára épül az Egyesült Államok, ez nem megy végig a láncon, hanem lecserélődnek nagyjából államtitkári szintig, az apparátus, aki jól végezte a dolgát, annak nincs mitől félnie. Nálunk aztán a portásig végig megy a személycsere, ami kialakít egy olyan gondolkodást, hogyha én érvényesülni akarok, akkor nem szakmailag kell jónak lennem, hanem ahhoz a párthoz dörgölőzködnöm kell, majd a Jobbik holdudvarába is meg fog ez a probléma jelenni, szerintem. De hogy nem lehetne ennek megállt parancsolni, hogy most már azt is nézni, hogy a másik mit tett le az asztalra, és függetlenül attól, hogy melyik párthoz vonzódik, mert nem is kell feltétlenül neki pártnak tennie, mert például most a Fidesznél azt lehet látni, hogy most már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fideszesnek kell lenni, ha valaki pozícióhoz akar lenni, ha valaki csak kívülről támogató, az már kevés. Van most mondok egy példát az önkormányzati választásokkal kapcsolatosan, és nagyon jó volt a kérdése, mert ez tényleg így működik a mai rendszerben, sajnos, hozzá kell tennem, hogy sajnos, mert nem szakmai szempontból vizsgálják az embereket, hanem párt megbízhatóság szempontjából. Tehát ilyen B-típusú bevizsgálásokat tartanak párton belül, hogy mennyire lojális magához, a Fidesz-KDNP-hez.
az a szakember, aki jól végezheti a dolgát. Az önkormányzati választást, amikor megnyertük Tapolcán, mindenkit azzal riogattak, na most jönnek a jobbikosok, itt mindenki ki lesz rúgva, az összes osztályvezető, minden beosztott, aki nem lojális hozzájuk. Meg lehet kérdezni, hogy hány embert bocsájtottunk el Tapolcáról. Tehát nincs, hiszen jól végezték a dolgukat, jó munkát végeztek. Engem, illetve a polgármester urat nem érdekelt az, hogy a szavazó fülkébe kire húzta az X-et. Itt nem azon van a hangsúly, hogy végezte a dolgát. És véleményem szerint az országos politikában is, elsősorban az ország ügyvitelében is erre kell hangsúlyt fektetni, hogy ki hogy végzi a dolgát. Az az egész rendszernek a rákfenéje, hogy mindig pártpolitikai szempontok alapján próbálunk meg beosztásokat adni, magas beosztásokba juttatni olyan embereket, akik lojálisak voltak a párthoz, végigvitték azokat a dolgokat, amit más ember nem tett volna meg, és ezért majd jutalomból oda tesszük egy olyan pozícióba, hogy tudja arról, hogy ez egy elismerés. És megint visszakanyarodok az egészségügyre, ez is az egészségügy rákfenéje, mert nagyon sokszor pártpolitikai szempontok szerint alakították az egészségügyet, és nem szakma szempontból. Én lehet, hogy most magam ellen beszélek, Mikola István volt az egészségügyi miniszter, aki magába az egészségügyi rendszerbe dolgozott, tehát ő belülről látta, ő nagyon jót akart csinálni, és gyorsan hirtelen el is távolították őt onnan. Itt ez a baj. Most úgy tűnik, olyan hirtelen csend lett. Tehát a Questor botrány is olyan szőnyeg alá került, pedig hát azért nem kis horderejű történetről beszélünk. Lement a tapolcai választás, a miniszterelnök urat idézve kaptak egy kokit, és most olyan elképesztő csend lett a politika körül. Hogy látja ezt, hogy most hogy mi van a levegőben? Ez egy kommunikációs fogás, kétfajta verzió van. Hogyha úgymond valakit el akarunk taposni, akkor adjunk neki nagy hangot, mutassuk egyre többször a televízióba, próbáljuk meg lejáratni, ugye, ami nem jött be itt a negatív kampány során, és van a másik verzió, hogy ne engedjük szóhoz jutni. Érdekes módon a Magyar Egy a köztelevízió, ami véleményem szerint nem köztelevízió, hanem az pártelevízió, teljes mértékig elhallgat most már minket. Tapolca, mint olyan, az inkább ki is radíroznák magáról a térképről, sőt ki se lehet ejteni a tapolcai választást. Holott eddig azt láttuk, hogy minden egyes nap, minden egyes hírbe tapolcai választásról volt szó. Azután, hogy nyilvánossá vált, és egyértelművé vált az, hogy megnyertem a választást, utána teljes mértékig elhallgatták Tapolcát. Ez a köztelevízióról beszélek. És érdekes módon a baloldali média megpróbálja azt megfejteni, hogy a Fidesz hogy bukhatta el ezt a választást. Azt azért lehetett látni, hogy egyre kisebb a támogatása, támogatottsága, a Jobbik egyre nő, viszont az MSZP is stagnál. Az, hogy nem kerülünk be médiába, mondjuk ezzel nem is csodálkozom, és ezért van az, hogy elhallgatnak minket, ezért nagyon nem is beszélnek rólunk. Ez a kormánynak a kommunikációs stratégiája. És ezt lehetett, ugye, ahogy mondta, hogy kaptunk egy kokit. Én más is hallottam, hogy a labda kifele, mivel a miniszterelnök úr szeret fotballozni, hogy a labda a kapufára most kifele pattant, de hát ugye jött a második hullámba a csatár, és az pedig gólra lőtte. Hát igen, lehet ezt mondani. Tervekről már beszéltünk, de hogyan látja a ránk váró pár évet a következő választásig? Mert az látható, hogy finoman fogalmazva is erőteljesen fogy a kormányzó pártnak a támogatottsága. Az önöké nő, ez nagy felelősséget fog önökre rakni. Viszont azért ezt a pár évet végig kell vinni, hiszen van egy nagy parlamenti többség, ami egy elég nehezen mozdítható és elég nehezen párbeszédbe bevonható többség láthatóan, akikkel azért mégiscsak együtt kell dolgozni. Igen, ugye a kétharmados döntésű
kétharmadot igénylő döntések azért most már nagy felelősséget adnak a kormányra. Most már nincs az a nagy nyugodtság, hogy bemegyünk a parlamentbe, és akkor gyorsan nyomunk egy gombot, hazamehetünk, hiszen ugye ez a kétharmadról most már régóta nem beszélhetünk. Az, hogy most 2018-ig hogyan fog változni a kormány stratégiája, azt nem lehet kiszámítani, hiszen most már látjuk, hogy egy hét alatt is most már teljesen más kommunikációt végeznek. Érdekes módon most bejelentették, hogy 2016-ra a személyi jövedelemadót 15%-ra fogják csökkenteni. Erről eddig nem lehetett hallani sehol. Most már a család támogatási formákat is megváltoztatta hirtelen a kormány, erről se lehetett hallani. Az, hogy 2018-ig ez a Fidesz-KDNP kormány kihúzza, az is nagyon kétséges. Itt az emberek most már olyan szinten csalatkoztak a kormány eddigi munkájába, és az előző a beszélgetésünk során erre többször céloztam, hogy az se egy elképzelhetetlen dolog, hogy egy előrehozott választást erőszakolnak ki a választópolgárok. Lehet látni azt, hogy most már ugye az ápolók fekete ruhába sztrájkolnak az elmaradt életpálya modell miatt. Lehet látni, hogy a diákok a szakképzések átalakítása miatt majdnem, hogy heti szinten utcára mennek. Ez egy ilyen görögországi hangulatot provokál itt Magyarországon is, és véleményem szerint lehet, még az, ahogy mondtam, az se elképzelhetetlen, hogy egy előrehozott választást fognak kierőszakolni az emberek. Benn van a levegőben. Hát zárszóként nem tudom, mit lehet kívánni. Szebb jövőt. Szebb jövőt, de mindenképpen egy jó erőt, egészséget, meg hát egy sikeres képviseletet ennek a 72 ezer embernek. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, kérem maradjanak további műsorainkkal, viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!